Szerbia és Németország 15 éves gazdasági együttműködése alkalmából a nyugat-európai ország belgrádi nagykövetsége számos eseményt rendez. Heinz Wilhelm nagykövet és a német nagykövetség gazdasági szakembereit Maglai Jenő, Szabadka polgármestere fogadta. Anlass der heutigen Reise ist, dass wir zusammen uns deutsche Projekte hier in Subotica anschauen. Wir werden dann jetzt diese Toplana zusammen anschauen und dann zum Palitzsee fahren, weil dort die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Projekt macht, um den See wieder umweltverträglich zu machen und dann auch als Tourismus-Attraktion wieder herzustellen. Maglai Jenő szerint üzenetértékű a német nagykövet két héten belüli második látogatása, valamint az, hogy május 13-án nagyszámú német üzletemberrel és vállalkozóval újra visszatér a német nagykövet. Ezek az üzenetek mind pozitívak a város részére, hiszen azt jelenti, hogy az az ország, amely igazából európai szinten gazdaságilag a legerősebb állam, és a legfontosabb döntések tőle függnek, annak az államnak a képviselői Szabadkát fontosnak tartsák, ellátogatnak és próbálnak segíteni Szabadka fejlődésén. A formális jellegű találkozó után a nagykövet és a KfW bank igazgatója a szabadkai távfűtőműveket látogatta meg. A német KfW bank hiteléből fedezte tavaly a közvállalat a hővezeték hálózat 10 kilométeres szakaszának cseréjét. 25 centimeters it disappears. 25 transparency of 25 centimeters is really catastrophic. Közismert tény a palicsi és ludasi tavak vízének algásodása a magas nitrogén és foszfor tartalom miatt, különösen a nyári hónapokban. Michel Román német vízügyi szakember szerint javulás észlelhető a szennyvíztisztító kiépítése előtti állapothoz viszonyítva. Bemutatták bizonyos részleteit annak a tervnek is, amelynek segítségével tovább csökkentenék a tavakba kerülő tápanyagokat. A hidrológus véleménye az, hogy a tóvize fokozatosan 2-3 év alatt megkezdi a tisztulást, amennyiben meggátolják a szennyvízhálózatból és a környező mezőgazdasági termelésből eredő szennyezést.